Sziasztok! Most talán mindenki hal, ugye a hátsó sorban is? Igen. De jó, én nem annyira titeket. Úgy néz ki, hogy az első ijegység után reménykedhetünk, hogy egy kicsit előbb fogunk odaérni, mint gondoltuk. 11 óra tájékán szerintem már ott is leszünk, mert hogy most van 10 óra. Úgyhogy egészen királyok vagyunk. Sanra és Söndire egészen ráijesztettem, amikor mondtam, hogy 12-nél előtt nem leszünk ott, de utána hamar meg lehetett őket nyugtatni. Már vendégek útban vannak oda, úgyhogy jó, ha nem késünk. Praktikus információk következnek. Ebéd lesz, tehát ahogy érkezünk, nagyon hamar el kell kezdenünk majd egy istentiszteletet, ami olyan reményeink szerint másfél órát fog tartani. Fél egy fele megpróbálunk, hogy is, hogyha 11-re érkezünk, hát egy óra fele megpróbálunk leülni asztalokhoz. Meleg kaját fogunk enni, mint ahogy láttátok is az e-mailben, úgyhogy csak az úton kell száraz kaját majmolnunk, ott finom kaját ehetünk. Igen, az ebéd, hát az sejtetően egy olyan másfél órát biztosan el fog vinni, utána lesz szabad időnk. Éppen most megyünk ki a felhő alól, Hegyesden 30 fokos meleget ígérnek. Úgyhogy vegyétek elő a rövid nadrágot. Valami furcsa nevetést hallok hátulról. De biztos csak az én fülem rossz. Oh.
tudtam, hogy megelégedett legyek. És ugye szűkölködtem, bővölködtem, de megtanultam. És amikor azt mondja, hogy megtanultam, akkor ez azt jelenti, hogy ez nem egy pillanat alatt történt, hogy oké, most akkor nem félek, és akkor a következő pillanatban már nem félek, és eltűnik a félelem. Hanem a tanulás az egy folyamat. Lehet, hogy ebben a folyamatban lesznek nehézségek, lesznek kihívások, de hogy Isten ebben a folyamatban ugyanúgy, ahogy a Pál apostolt segítette, ugyanúgy minket is akar segíteni. Az a kérdés, hogy akarsz-e Istentől tanulni? Akarod-e, hogy ő tanítson téged? Akarod-e, hogy ő legyen az, aki fogja a kezedet, és mész vele, és gyönyörködsz vele? Not
kirándulni, és mégiscsak errefele eljöttök még egy párszor, akkor érdemes eljönni ide, ami hegy felé tartunk, ez a Szent György hegy. És hogyha fölmentek, akkor bazaltorgonas szípokat találtok, mert ezek mind itt a környéken ilyen vulkanikus hegyek voltak, és ahogy kifolyt a láva, és megszilárdult ilyen bazalt kőzet, ilyen bazalt oszlopok, azt lehet látni. Nem lefelé megyek, hanem fel, mint a betek a nevelem. Még, 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 még